Egyetemi oktató vagyok, latin nyelvet, irodalmat és kultúrát tanítok az ELTE-n. Világéletemben azt hittem én, hogy Isten vagy nincsen, de hogyha mégis van, akkor sincs semmi köze az én életemhez. Beteg voltam. Nagyon sokat szenvedtem ettől. Pánikbetegség volt ez, szorongásokkal, depressziós időszakokkal, vegetatív neurózissal, ami azt jelenti, hogy testi tünetei is vannak egy lelki betegségnek. Hát az orvosok ugye nem tudtak meggyógyítani, mert ez nem orvosi természetű betegség volt, hanem a lényem, teljes lényem volt beteg. És hát a félelem, állandó félelem és rettegés gyötört. Féltem én mindentől, emberektől és állatoktól, dolgoktól, szabadterektől, de főleg halálfélelem volt ez. És ugyanakkor meg szintén állandó öngyilkossági késztetés. Hát ez már egy abszurdum, nem? Hát ez ellentmondás, hogy halálfélelem és halálvágy egyszerre. És ez is mutatja, hogy mennyire skizofrén, hasadt állapot is ez tulajdonképpen. No hát így éltem 4 évig, és így jött el 1990 húsvét vasárnapja. Feküdtem az ágyban, és arra ébredtem föl délelőtt 9:30 fele, hogy valaki beszél a bensőmben. Persze ez nem egy füllel hallható hang volt, és nem is állt értelmes magyar mondatokból. Nem voltak szavai, de volt viszont értelme, volt jelentése, és utólag le is lehetett fordítani magyar mondatokra. Ugye ezt én csak egyformán tudom mondani, mert ez tényleg így hangzott el. Tehát ez, ha még 10-szer felvesszük, akkor is ugyanez lesz, mert egyszerűen ez így hangzott el. Jó, mehet? Van valaki, és ez Jézus Krisztus, és ez Jézus Krisztus, aki meghalt, érted? Meghalt, érted? Aki meghalt, érted? Mondjuk mindenkiért, de most itt arról van szó, hogy te érted. Meghalt, érted? Meghalt és föltámadt. És ez ma van. Oda lehet menni, meg lehet nézni, mert ez ma van. Tehát kelj fel, menj oda, és nézd meg. Ennyi volt, ennyi volt. Ellenállhatatlan volt ez. Fölpattantam, fölkaptam valamit, azt mentem. Így estem be egy kis templomba, ahol éppen istentisztelet folyt. Óriási tömeg, lévén húsvét vasárnapja. Úgyhogy én megálltam, így az oldalfalnak dűlve, és viszont nem érzékeltem semmit, nem hallottam a papot, hogy mit beszél, nem láttam az embereket, semmit nem fogtam abból, ami ott van. Na most ezt tudni kell, hogy az ilyen emberek, akiknek ilyen pszichés problémájuk van, annyira fásultak, érzelmileg annyira közönösek, hogy nem tudnak sírni. Ez egy tünet. Én se sírtam 4 évig, soha egyetlen percig se, semmiért. És most pedig ez kijött. De elemi erővel, mint egy ilyen árvíz. Azután vége lett az istentiszteletnek, és én meg elindultam haza. És azon a 10 perces úton tudtam már mindent. Tudtam, hogy Isten van, és szeret engem, hogy Jézus Krisztus van, és ő szeret engem, és hogy mindez igaz. Igaz. Hogy mi ez a mindez, na fogalmam se volt róla, ateistának neveltek, fogalmam se volt róla, hogy mi ez a mindez, csak annyit tudtam róla, hogy igaz. Meg azt tudtam, hogy most már minden jó lesz. Vagyis inkább, hogy nem is lesz, hanem van. Most már minden jól van. Egy hétre rá körülbelül pedig a férjem is megtért. Érzékelte, hogy elment egy totálisan beteg nő, és hazajött ragyogva egy egészséges, egy magegészséges nő.
amikor Isten belép az embernek az életébe, akkor teljes helyreállítást végez. Mint ahogy olvassuk Jézus Krisztusról is az evangéliumban, hogy amikor meggyógyított valakit, nem csak azt a konkrét betegséget gyógyította meg, ami volt a vaknak, a némának, a bénának, a sántának, hanem az illetőknek az egész életét, teljes egzisztenciáját gyógyította meg, na és velem is így volt. Úgyhogy mindaz, ami addig az életemben romokban hevert, egészség, testi, lelki egészség, házasság, katasztrófa, családi élet, emberi kapcsolatok és munka felépült újra, és rendbe jött teljesen. Amekkora elemi, eufórikus boldogság volt számomra ez az élmény, abból nyugodtan következhetett volna valami borzasztó vallási fanatizmus. És Isten meg ezt nem akarja. És ezért azt mondja nekem, rendnek kell itt lenni. És ezért légy szíves, tegyél meg néhány dolgot. Az első az a múltnak a rendezése, a bűnbánat, a múltbeli bűnök megbánása, megvallása, aztán a közösség. Nem akarok magánvallásosakat. Közösséget kell keresni. Így van ez kitalálva. Jó, ez volt az egyik. Azt mondja, a másik pedig Biblia. Biblia, Biblia, Biblia. A Szentírást, azt tessék szíves elolvasni. Lásd, mekkora szerencséd van neked, hogy tudod a szent nyelveket. Tehát tudod eredetiben is olvasni ezt a Szentírást. Hát szóval tessék nekiállni, elolvasni az egészet elejétől végig szép rendben, rendezetten. Amit olvastam, minden szó életfontosságú volt. És tapasztaltam azt, hogy a Biblia az hiteles. Most nem csak történeti szempontból hiteles, amiről itt nem tudok én beszélni, mert hosszú, hanem, és ami sokkal fontosabb számomra, hiteles lélektanilag. Tehát az, hogy Jézus valóban azt tette, amit tett, olyan jeleket, csodákat, gyógyításokat művelt 2000 évvel ezelőtt, ez egy dolog. Mondhatja erre bárki, hogy na és akkor kit érdekel? Rég volt. Az igazi kérdés nem ez, hanem az, hogy ma igaz-e, hogy ma hiteles-e, hogy ma megtörténik-e ugyanez. Jelek, csodák, gyógyulások. És én azt tapasztalom, hogy igenis, megtörténik. Hogy az evangélium az ma történik. Isten az életem minden területét meggyógyította és újjáteremtette. Úgyhogy ezért mondom, Dér Katalin felmentve. Ennyi. Végszót elmondtam, kérdésre feleltem. Ámen. Voilà.